Magyarország kisodródhat az Európai Unióból, ha megvalósul a francia-német intézményi reformterv. Ebben az egyelőre szakértői dokumentumban szerepel a többségi döntések bevezetése több fontos kérdésben, vagyis megszűnne a lehetőség, hogy Magyarország vétózzon, vagy ahogy Orbán Viktor miniszterelnök mondta korábban, botot tegyen a küllők közé és tüske legyen a köröm alatt. Másfél héttel ezelőtt Ursula von der Leyen jelezte, hogy nyitott az uniós intézményi reformról szóló vitára. A belső reformok régóta terítéken vannak Brüsszelben. A francia és német kormány kedden be is mutat egy szakértői intézményi reformtervet, amiben egyszerűsített uniós intézményi rendszer, a nemzeti vétójogok megszüntetése és a jogállamiság fontossága is szerepel. A nem hivatalos paktum kategóriákba sorolná az országokat. A legfontosabb ügyekbe csak az első kategóriába tartozó államoknak lenne beleszólásuk, és lennének olyanok, akik csak partnerségi viszonyban állnának az Unióval. A szakértő szerint mindez kihívások elé állítaná a magyar kormányt. Ha a többiekkel együtt akar tartani, akkor viszont föl kell adni a számos szempontot, amit most képviselni próbálnak. Vagy pedig, hogyha nem, akkor valóban a lehetősége megvan annak, hogy kisodródjon a szél, és a jogállamiságnál is tovább szigorítják a feltételeket. Eljuthat egy ország egy olyan szintre, hogy se pénzt nem kap az Európai Uniótól, pedig, és a szavazati jogát is megvonják. Amelyet, hogyha végig gondol a magyar kormányzat, akkor bizony nem egy túl fényes jövő elé néz az Európai Unió belül. Ez minthogyha azt mutatná, hogy az Európai Unió megtalálta az Orbán kormány trollkodásának az ellenszerét. Így értékelte a Jobbik konzervatívok elnöke a francia-német dokumentumot, ami Gyöngyösi Márton szerint világosan mutatja az unió irányvonalát. Magyarországot tovább elszigetelheti az Európai Unión belül, és ez fölgyorsíthatja azt a folyamatot, aminek eredményeképpen Magyarország elhagyhatja az Európai Uniót. Tehát Orbán Viktor már meggyőződésem szerint eddig is ezen dolgozott, ez most fölgyorsíthatja ezt a folyamatot. Európának elege lett Orbánból, létrejöhet egy európai elit, ahol nem osztanak lapot Orbán Viktornak, ahol kihagyják Orbán Viktort a legfontosabb döntésekből. Orbán Viktor miatt Magyarország Európa közepéből, Európa perifériájára szorulhat. A Momentum szerint az unió intézményi működésén és a vétón is változtatni kell, mert a magyar vétók tudatos ajándékok Pekingnek és Moszkvának. Nekik pedig érdekük, hogy az unió megosztott és gyenge legyen. Megkerestük az LMP-t, a Párbeszéd zöldeket és az MSZP-t is. Mindannyian egyetértenek abban, hogy javítani kell az unió döntéshozatali mechanizmusainak hatékonyságán. A Párbeszéd zöldek úgy véli, Magyarország középtávú érdeke, hogy a mag Európa része maradjon, de ez csak kormányváltással képzelhető el. A kormányt is kerestük, de adásunk kezdetéig nem reagáltak.